Tóth Krisztián az 500. magyar olimpiai érem, a 10. judó olimpiai érem, az élete első tokiói olimpiájának bronzérmese, feleségével, Kuruc Pankával és kisfiúkkal látogatott haza apósáikhoz, ahol meglepetésként családtagjai, ismerősei és tisztelői köszöntötték őt. Tóth Krisztián aranyponttal győzte le orosz ellenfelét a bronzmérkőzésen. A judósok 90 kg-os súlycsoportjában így harmadik helyen végzett a tokiói olimpián. Itt azért nagyon nagy köszönet jár azoknak a szakembereknek, illetve a családnak, hogy minden külső tényezőt és idézőjelben gondot vagy nehézséget leszettek a vállamról. Ténylegesen annak tudtam szentelni majd, hogy nem minden időmet, aminek akartam, és amitől egyre jobb és jobb tudtam lenni. És hát itt az eredménye. Ez az év, ez egy elképesztő év volt számomra, óriási változásokon mentem keresztül. Borzasztó módon. Testileg is? A testem az már kész volt igazából, tehát ugye ez a két évtizednyi sport, ez azért már ezt eléggé kimaxolta. Nagyon-nagyon régóta heti tizet edzek, tehát úgy gondolom, hogy ha ennél többet edzenénk, már az kontraproduktív lenne, tehát negatív értelembe vinni a teljesítménynövelést, vagy hát ugye jelen esetben csökkenést. Úgyhogy de rengeteg köszönettel tartozok, ezt mindig próbálom is megemlíteni. Igyekszem is nem név szerint, hiszen mindig félek attól, hogy egy-egy nevet kiadjok, és ezt nem szeretném. Úgyhogy itt is megragadnám az alkalmat, hogy minden segítőmnek és családtagomnak, barátomnak köszönöm szépen ezt a óriási támogatást, aminek ez az eredménye, ami itt a nyakamban látható. Elképesztően büszke és hihetetlenül boldog vagyok. De azért egy embert nevesítsünk, Pankát, a feleségét, azt hiszem, hogy nélküle azért nem lett volna ez ennyire egyszerű, hiszen a kisfia biztos, hogy 0-24-ben önnel szeretett volna lenni, és azért ez nem mindig volt megoldható. Igen, hát Panka azért természetesen az egyik javarészét vette el ennek az egésznek. Nyilván nekem a két nagyon megerőltető edzés között a pihenésre is kellett időt szakítanom, és ilyenkor nagyon-nagyon kellett a feleségem abban az értelemben, hogy a gyermekemet elvigye az udvarra, hogy kimenjenek játszótérre, vagy valamilyen programot találjon ki, csak hogy ne velem kelljen még birkózzon. Ezt most abban az értelmében mondom, hogy nagyon szeretek játszani és foglalkozni a fiammal, de van, amikor egész egyszerűen már nem bírtam, és tényleg pihennem kellett. Erre mindig egy olyan idézet jut az eszembe, csak hogy érezzék a hölgyek, vagy illetve a férfiak is, hogy mennyire fontos egy nő a férfi életében, vagy egy sikeres férfi életében, most már ezt így ki lehet jelenteni, hogy mikor a Churchill-el a felesége sétált angol utcákon, és akkor megláttak egy utcaseprőt, és a hölgy oda köszönt neki. És akkor Churchill megkérdezte tőle, hogy hát ki volt ez a seprő, akkor azt mondta a hölgy, hogy hát egy volt szerelme, egy barátja, és utána jött ő az életébe, és megkérdezte a feleségét, hogy is mennyire örül annak, hogy a jelenlegi miniszterelnök, ugye a mostani párja, és azt mondta, hogy hát álljunk egy szóra, hogyha én azzal az úriemberrel lettem volna, akkor ő lenne most a miniszterelnök, úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy csavar volt a történetben, és amúgy tényleg is igaz, tehát kell egy nagyon nyugodt és biztos háttér. Fölfogta már ezt a érmet, ami a nyakában van, tehát voltak már ilyen éjszaka, amikor végig gondolta, vagy hogy telt az első itthoni éjszaka? Mert ott azért gondolom, hogy megnézegette a repülőn is, azért hosszú volt az út, tehát azért még úgy próbálta helyre rakni a dolgokat, de fölfogta már? Nem. Így nagyon, nagyon tő válaszba azt tudom mondani, hogy nem. Emészgetem. Kapizsgálom már, hogy pontosan mi is történt most ténylegesen így a napokban, illetve hát most már így a hetekben, de azért ennek még kell adni egy kis időt. 27 évesen elértem azt a dolgot, amit el szerettem volna, vagy el akartam, hogy mindenféle versenyről szerezzek érmet a saját sportágamon belül, ami szerintem nagyon kevés embernek adatik meg. Felemelő érzés. Tehát tényleg akkor a boldogság és büszkeség, amit előbb is említettem, hogy csak ismételni tudom magam. Az meg, hogy majd ezt mikor érzem meg, vagy mikor fog bennem tudatosulni, az majd idővel érkezik, vagy jön. Mikor érezte az, hogy ez most meg lesz? Tehát amikor bejutott, akkor már érezte az ellenfelével, vagy az úgy az utolsó pillanatokban? És egy picit utána beszéljünk erről az aranypontról is. Nekem az egész versennyel kapcsolatban egy jó érzésem volt. Tényleg 100%-os munkát végeztünk olyan téren, hogy például egy dolog jut eszembe, amit nem tudtam már csinálni, de azt is időhiány miatt. Preventív jelleggel akartam még gyógytornázni, illetve lazítani, de egész egyszerűen már nem vett rá, jó Isten, már nem tudtam elmenni, tehát az már a pihenőidőmből ment volna el. Így is borzasztóan nehéz volt kilogisztikázni ezt az egészet, hogy folyamatosan a kajámra, a diétámra figyelni, az edzésre, a mentál coach-sal találkozzak, pihenésre is fektessünk elég hangsúlyt, tehát hogy ez azért egy nagyon nagy logisztikát igényelt. És ez akkora erőt adott nekem az olimpia kapcsán, hogy úgy tudtam kiutazni a játékokra, hogy
hogy egész egyszerűen bármi történik, én már egy győztes vagyok. Abban az értelemben nyilván sokkal könnyebb dolgom van most, hogy itt van az érem, de ugyanezt tudtam volna mondani érem nélkül is, mert már mindent megtettünk, és amit most így egy közép-európai ember megtehet ebben a küzdősportban, azt én és azt mi megtettük, úgyhogy már az olimpia előtt éreztem, hogy minden rendben van. Nem is nyomott agyon a terhe annak, hogy tőlem érmet várnak, és hogy én mondjuk az egyik legnagyobb esélyes arra, hogy érmet hozzak a magyar csapatnak. El tudtam engedni mindent, és talán így a karrieremben először éreztem azt, hogy önfeledten és boldogan tudom azt csinálni, amit hosszú idő óta gyakorlok és szeretek, és hát ez meg is hozta a gyümölcsét. Tehát visszatérve a kérdés fő lényegére, már tényleg az olimpia előtt éreztem azt, hogy itt minden rendben lesz, és hadd szóljam. A Kuruc Istvánékhoz meghívott vendégek, köztük dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, kormánybiztos, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Hubay Imre megyei közgyűlési elnök, Szepesi Tibor polgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester és a sportoló több támogatója, segítője a pezsgős köszöntés és gratulációk után élménybeszámolót hallgathatott meg az olimpikontól, akinek bronzérmét kézbe is vehették. Azzal tudom most jellemezni az életem, hogy így egy halhatatlan ember se kérhetne ennél többet. Tehát egész egyszerűen csodával ér fel a mostani időszakom ezzel a 2021-es évvel. A sportban, amiket lehetett, azt elértem. Családom, hála az Istennek egészséges, mindenki, minden téren, mindenünk megvan, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon boldogok vagyunk. És hát akkor már Párizs a következő nagy cél. Mennyi időt hagy magának arra, hogy most akkor tényleg egy picit ússzon ebben a sikerben, és mikortól indul ez a kemény heti 10 edzés? Hát nekünk jövő májustól már kvalifikáció van, ugye a judónak ez egy nagyon nagy sajátosság, hogy 2 éves pontgyűjtős kvalifikációnk van. Ezt legkönnyebben a teniszhez vagy a Forma 1-hez tudnám hasonlítani. Ugye 72 olyan versenyünk van a 2 év alatt, ahol pontokat lehet szerezni, és ennek a direktje 18-ba juthat ki. Tehát a 18 világranglista vezető kvalifikálja magát direktben az olimpiára. Ezt még egy kicsit feljebb töltik, körülbelül 26-28-30 főre, de ebbe a 18-ba kell benne lenni, és ez azt jelenti, hogy nekünk májusban már ott kell állni a rajtkövön, hogyha lehet így fogalmazni, és teljes erőbedobással küzdeni kell. Ezt megelőzi az nyilván, hogy egy jó formát kell hozni, tehát a súlyomat be kell állítani, a testzsír százalékomat, a fejemet, illetve mindent meg kell teremteni úgy a családnak, hogy nyugodtan fel tudja készülni erre a következő nagy kvalifikációs időszakra. Egyeztettem az edzőmmel már, ő most azért egy hosszabb pihenőre elengedett, de hogy itt is említették, én az első osztályú rögbiben is csapattag vagyok, ami nekem igazából egy inkább, nem is azt mondom, hogy hobbi, de egy ilyen boldog, átevős, élvezős történet. Én azt nagyon-nagyon szeretem, és ott is szeretnék segíteni a csapatnak, illetve természetesen cselgásban hisz az U23-as Európa-bajnokságot idén Budapesten vagy Győrben fogják megtartani, ezt még nem tudjuk pontosan, és elég sok csapattársam van, aki erre az Európa-bajnokságra készül, és ebben az értelemben szeretném nekik viszonozni azt a fajta segítséget és külső motivációt, illetve tüzet, amit kaptam az olimpia előtt, úgyhogy mindenféleképpen tépni fogom őket annak érdekében, hogy a lehető legfényesebb érmet, hogy itthon tudják tartani.